A Jókai Murmárosi Könyvtárban Séfer Erzsébet mesélt, a közönség pedig szeretettel hallgatta. Mesélt a vonatutakról, melyek mindig gazdagítják egy-egy történettel, akkor is, ha látszólag nem történik semmi. S mesélt arról is, hogy mi minden kell ahhoz, hogy megszülessenek ezek a történetek. Elsősorban figyelem, s persze a játékosság. Az a címe a délutának, hogy a csoda bennünk van. És tényleg az derül ki, hogy benne van az emberekben, ott valahol legbelül, ott egész mélyen, ilyen hagyma héjak alatt valami csoda és képesség a játékra, meg a nyitásra, hogy kinyíljon. És hát ez kell, hogy legyenek társak, ez a szerencse. De ha nem jó társak vannak, akkor is lehet játszani. Ajkáról jöttem, akkor emlékszem, és négyen ültünk egy kupéba, egy nagyon idős néni, egy olyan idős, hát nem hölgy volt, hanem egy öreg néni, fekete kendős, fekete szoknyás, még az a régi Sky táskája is ilyen, és egy kis kosara volt. Ő ült a sarokba, és a másik oldalon egy kupé volt, és a szembe, én itt ebbe a sarokba, és szembe pedig két hölgy ült, olyan 60-asok, Isten tudja, az egyik, az a fajta, aki úgy leszívja a másikat. Tehát addig beszél, és a lyukat a másik hasába, nem hagyja megszólalni, mondja, kicsit erőszakos, nagyon erőszakos, és egyfolytában panaszkodott. És panaszkodott, hogy hát vele az élet mindig kiszúr, ő vele mindig rossz történik, ez van az egész világ, borzalmas. És csak mondta, és jött belőle ez a, nem szeretem ezt, hogy a negatív hullám, de jött belőle ez a sok panasz. És ez a másik szegény nem tudott megszólalni, és csak mondta erőszakosan, és egyszer csak a néni elkezdett almát elővenni a kosarából, de tényleg, mint a mesebeli anyóka, egy bicskát hámozta, elvágta, és eszegette. És egyszer, amikor ez levegőt vett ez a másik hölgy, akkor megszólalt, és épp azt mondta, hogy hát vele ez borzalmas, ami történik, akkor azt mondta, hogy hát kedveském, így járunk, ha nem halunk meg időben. Séfer Erzsébet volt már pápán, több ízben is. Emlékezett a Vörös Sándor általános iskola azon alkalmára, amikor egy rendhagyó tanári értekezleten mesélt a pedagógusoknak. Jó szívvel emlékszik ma is arra a délelőtre. S voltak még itt más találkozók is a városban, ahol megtörtént a csoda. Egyszer a kastélyban volt egy találkozó, egyszer egy malomudvaron. Igen, emléksz? A malomudvaron volt, és ott volt egy érdekes kis intermezzo. Egy helyes lánytól kaptam egy pipát. Pontosabban egyszer levélbe kaptam egy pipát. És ott elmeséltem a malomudvaron ezt a történetet, hogy kaptam egy pipát és egy nagyon jó levelet. Ez a lány ilyen kicsit a mesevilágban élt, a kisfiával, és erről írt. És nagyon jó levél volt, és én ebből idéztem. És ekkor, amikor befejeztem, megszólalt onnan az egyik asztalnál, emlékszem, a bal oldalon ült, azt mondja, én vagyok a pipás lány, és odajött. És egy nagyon édes lány, talán Alexandra volt a neve. Szóval, hogy nagyon kicsi a világ, és nagyon szeretem a közönségemet, az az igazság, hogy mit mondjak, hát tényleg így van, hogy figyelmesek, érzékenyek, könnyen tudnak nevetni, és könnyen tudnak elpityeredni, és ezek nagy ajándékok. Nem csak nekem, szerintem az, hogy az ember tud nevetni és sírni, az egy jó dolog. Séfer Erzsébet történeteit nem lehet és nem is kell kategorizálni. Ezeket ő élte meg, és csak ő írhatja le, és mesélheti el, úgy, hogy mindenki részesévé válhasson. Van a boltunkban egy kislány, aki egyik keze épp, ügyetlen, kacska egy kicsit, de ügyes, a másik kezét nem tudja használni, ez egy kicsit kisebb is. És nagyon komor volt mindig, pénztáros főleg, meg pakol is. És alacsony, kicsit nehezen billegve mozog. De annyira ügyes, és olyan flott,
de nem mosolygott soha. És én mindig oda járok, hát minden nap egyszer vagy két naponta, mindegy, és hát találkozom, és nem tudtam a nevét. És a kolléganőjétől kérdeztem, mondom, megmondaná ennek a kedves lánynak a nevét? És akkor megmondta Renáta. És mondom, egyszer, amikor nem volt olyan nagy tömeg, mondom, Renáta, annyira szeretem, hogy úgy csinálja, ahogy csinálja, hogy olyan bátran csinálja, és olyan flottul. És mondom, sosem mosolyog ugyan, de nagyon élvezem, hogy mindenkire figyel. És onnantól a Renáta kinyílt. Hogy mással is, azt nem tudom. Szerintem biztos. És most már maga biztos. Tegnap este ott voltam, és egy vevő távolabb tette a krémsajtokat, amiket vett. És mondom, közelebb adhatom? Azt mondja, nem, elérem. Fontos a nyújtás. És akkor ment, és, vagyis hozta, és vitte, és csinálta. De már visszaszólt, már kedves volt. Szóval így értem, hogy lehet az embernek a másikat megszólítania, mert ez is megszólítás végül is, ez is figyelem. Tehát akkor tulajdonképpen a díszletek és a korok változnak, de a lényeg nem. A lényeg nem. Így, ahogy mondod. A díszletek és a korok változnak. Az emberek is, tudom, most mindenki egy kicsit jobban siet. De ez nem azt jelenti, hogy ezért kell kérni. Ha nem kér az ember, akkor elvágtatnak. Van, aki észreveszi és segít, de van, aki meg nem rossz, csak siet. Van egy nagyon, nagyon kedves ima, ezt még gyorsan elmondom. Egy nagyon vagány szent, ahogy utána olvastam. Jézusom, Teréz. Szalézi Szent Teréz. Nem tudom pontosan, de Teréz az biztos. És azt mondja, hogy Uram, a reggeli csöndességben adj nekem békességet, bölcsességet és erőt. És hadd nézem úgy az embereket, ahogy te, hogy csak a jót vegyem észre mindenkiben. Tégy süketté a pletykákra, némává a rossz indulatú beszédre. Hadd legyek olyan készséges és vidám, hogy az emberek a közelemben megérezzék a te jelenlétedet. És tulajdonképpen ennyi, készséges és vidám. Az elején még van egy mondat, hogy türelemmel, megértéssel és kedvesen szeretnék részt venni a világban. Türelemmel, megértéssel és kedves. És akkor ezek tényleg örök dolgok. És akkor minden működik.